Szép jó estét mindenkinek! Felmerülhet a kérdés, hogy mi a közös a mantra meditációban és a Csak ülésben. A lényege és a működése közös, a módszere más. Érzed azt, hogy a hang nagyon gyorsan megragadja a zajt és kitolja a tudat teréből, csak a hang marad. Amikor ülsz és csendben figyeled a lélegzeted, a teret és a tükörszerű tudat megtalálását tűzöd ki célul, akkor a tudat védtelenebb és a lélektartalom sokkal inkább megjelenik. Mind a kettőre szükség van. Sőt, a fizikai alapú meditációra is legyen az leborulás, sport, fúrás, faragás, valami olyan mozgás, amelyben el tudjuk feledni egy kicsit az elménket, az én képünket. A hang annyira fontos, az éneklés annyira része minden szakrális útnak, hogy nem találsz olyan vallást, utat vagy szellemi iskolát, ahol ne lenne. Mindenhol van. Még a legkeményebb, legpragmatikusabb téraváda iskolák is több év éneklő gyakorlat után engedik a remetességbe a fiatal szerzetest. A mahajánában pedig több évtizeden keresztül gyakoroljuk ezeket a mantrákat, mert három nagy célt meg tudunk vele valósítani. Az első, hogy a tudatnak, az elme által keltett zaját azt csökkentsük. A hétköznapi mantrák, az esküvések, káromkodások, felkiáltások azok nagyon ideig óráig csökkentik ezt a zajt. És az ilyen kijelentések tartalma nem megfelelő az elme számára. Tehát nem lehet káromkodásból katedrálist építeni. És nagyon fontos azt látni, hogy a zaj csökkentése egy adott pillanatban a döntésképességünket jelenti, a tisztánlátásunkat jelenti, esetleg élet-halál között dönt. És így a második funkció is megvalósul, mert a mantra jelentése lesz az elsődleges. Ez lesz a jel, amit a tudat tapasztal. És minden szakrális mantra arra irányul, hogy érd el a felébredést, tapasztald meg igazi önvalódat, és térj vissza ebbe a pillanatba. Akármilyen mantrát gyakorolsz, akármilyen nyelven, akármilyen specifikus jelentése van, legyen az egy védőistenség mantra, bármely bóthiszatva mantra, vagy egy buthához szóló mantra, tudd azt, hogy nem kívülre énekelsz valamilyen lénynek, hanem belül egy transformációt kezdesz el, amikor a lélekben megvalósul a mantra jelentése. Tehát amikor a kvanszeum bosszál mantrát énekled, akkor együttérzés lesz a jel, és az összes többi a zaj. És ahogy énekled a mantrát, a zaj egyre inkább elhalkul, és a mantra primér jelentése, az együttérzés a lélek valóságává válik. Messze nem önszuggesztióról van szó végképp nem valaminek a bebeszéléséről van szó. Ezek hétköznapi téves nézetek, azok által, akik csak hallották, de nem gyakorolták a mantrát, vagy nem olyan tanítást kaptak, amely mondjuk normális hagyományvonalból származik. És a harmadik legfontosabb funkciója a mantrának a tudat önvédelme a saját ártó hatásaival szemben. Az már hétköznapi igazság, hogy te magad lehetsz a legjobb barátod, vagy a legnagyobb ellenséged. Ez mind múlik. Ez a saját reaktív tudatodon múlik. Hogy hogyan vélekedsz, hogyan különböztetsz meg, Uram, hogyan alkotsz ítéletet, és ezzel elvágod a világodat, elvágod a kapcsolataidat jóra és rosszra, magasra és mére, helyesre és helytelenre. A megkülönböztető bölcsességre nagyon szükség van, Elvégre nagyon nehéz szobatisztává válni, egy gyermeknek fizikailag is jó pár hét vagy esetleg hónap. De az, hogy mentálisan szobatisztává váljunk, az egy felnőttnek is több év munka. Nézd meg, hogy milyen jelenléttel lépünk be egy adott helyre. Gondolatainkból és érzelmeinkből mit piszkítunk oda a térbe, a beszédről és a tettről nem is beszélve. Emberi kapcsolatainkat hogyan intézzük, hogyan teremtjük, tartjuk fönt, és ha kell, bontjuk le. Ez lenne a felnőtt szobatisztaság, hogy a teret tisztán tartjuk, a másik lelkét éppen tartjuk. És ez a fajta tisztaság, ez bizony munka. Olyan munka, amelyet, hogyha évekig végzel, akkor egyszer csak a családtagod vagy a szomszédod megkérdezi, hogy csinálod, hogy ilyen nyugodt vagy. Boldog vagy? És akkor válaszolhatod azt is, hogy hm, határeset. Néha boldogok vagyunk, és ez gyönyörű. De az élet nem lehet boldogság boldogságfüggő. Hogyha függő lesz, akkor előbb-utóbb szenvedélybeteg is lesz, ezt mindenki tudja. Visszatérve a gyakorlatra, ez az a gyakorlat, amely eredeti természetünket valósággá váltja, amely a tapasztalatot, jelenti számunkra. A nyugat rengeteg könyvet, igét, magyarázatot és használati utasítást halmozott föl azért, hogy a szó valahol a tapasztalat helyére beilleszthető legyen. És azt mindenki tudja a saját életéből, a saját konfliktusaiból és a saját megoldásaiból, hogy a szavak nem helyettesíthetők be a tapasztalat helyére. Az egyik legvilágosabb példa az, amikor ezt elnevezem víznek magyarul, water angolul, wasser németül, mul koreaiul, de hogyha ezeket a szavakat valaki a sivatagban három nap szomjazás után a fületbe sugdossa, attól még haz. Viszont ez segít. Amikor vizet iszol, vigyázz arra, nehogy túladagolda a dihidrogénoxidot. A dihidrogénoxid az emberi szervezetben is megtalálható vegyület, a világban is, mindhárom halmaz állapotban a szilárd, folyékony és gáznemű, de hogyha túladagolod, akkor meg tudsz fulladni. És ezért a dihidrogénoxiddal nagyon tessék vigyázni. Vízívás közben emlékezz rá. Mindenki úgy néz rám, mint hogyha nem tanultatok volna kémiát. És így lehet az elmét elvezetni egy olyan irányba, ahol aztán egy kis nevetés után rájössz, hogy a trükk mi. De nagyon sokáig követjük a szavak, a számok, a képletek illúzióját, és be akarjuk helyettesíteni az ideákat, hogy Úristen, most mi ez? Miről beszél? Mi az a dihidrogénoxid? Hogy bennem is van? Hát elárulom, 66-70%-ban dihidrogénoxid vagy mindannyiunk. Egy dinje 99%-ban az. Gondoltad volna, hogy 1% rostból megoldja, és a többi dihidrogénoxid egészségünkre. A zen tehát azt jelenti, hogy visszatérsz ebbe a pillanatba és a tiszta tudathoz, teljesen mindegy, hogy vallásos vagy-e, vagy sem. Teljesen mindegy, hogy ateista, tudományos, monoteista, politeista, hogy milyen nézettel bírsz. Mi az az alap, amiből ez kinő? Mi az a tudat, ami ezt látja? Hogyan teremted mindezt? És hogyha már ezt látod, hogyan használod? Milyen karmát hozol létre szóban, gondolatban, érzelemben, cselekedetben tisztán látsz-e, tisztán hallasz-e. Nagyon sokszor a Tisztán látásunk elködösül, és a gondolatainkat behelyettesítjük a látás helyére. Ezt hívta a buddha avidjának, vagy nem látásnak. Ezt nyugaton nagyon sokszor nem tudásnak, ignorance-nek fordították, és így azt hitték a kezdeti érdeklődők már pár száz éve, hogy az információ hiányal egyenlő ez. És kiderült, hogy épp az ellenkezője. A túlgondolkodó elme, a saját tükörszerű tiszta tudatát elködösítő elme, a gondolatokat a valóság helyére behelyettesítő elme, ez a nem látó, ez az avidjá. És ez nem rossz. Ez egy állapot, amely szenvedést termel. És a vidja a látás. Amikor gyakorlunk és visszatérünk az egy tudatba, az energia osztatlan állapotába, a tantien, a légzés, a mantra, a testtudatosság segítségével egyaránt, akkor tudjuk megemelni a jelenlétünknek a hőfokát, akkor tudjuk az összeszedettségünket egy picikét magasabb szinten megélni. És képzeld el ezt a tükröt úgy, mint amire több rétegben rárakódott a sok fröccs, a sok sampon, a szappan, a hajlak, a borotvahab, és rétegesen ott van több életnyi azonosulás. És egyszer csak megtalálod a módját, hogy felfűzd ezt a tükröt. Nem kapargatjuk, nem karcolgatjuk, nem rakunk rá újabb réteget most lila samponnal, mert az úgy jobban néz ki, hanem felfűtjük, megemeljük a hőmérsékletét, és csak elkezd leolvadni róla mindez. Ez azt jelenti, hogy az egységállapotban aktiváljuk a tudat öntisztító képességét, egészen a hitrendszerünk határáig, és korlátok között, hangsúlyozom, aktiváljuk a test öngyógyító képességét a hitrendszerünk határáig és a tünetek korlátain át. Ez azért fontos, mert nagyon sokan nem vagyunk elégedettek a hétköznapi tudat és fizikai állapotunkkal. Mit tehetünk? Kihez forduljunk? Az en tanítása világos és egyszerű, bennünk van a felébredés képessége, tehát ha elsajátítjuk a módszert, és találunk egy tanítót, tanítást és tanítványi közösséget, akkor ezt a képességet aktiválhatjuk magunkban, ezt hívjuk buddha természetnek. Ezt rögtön tegyük is félre, mert ez egy buddhista segédfogalom. A tudat öntisztító képességét, a felébredésre való képességét azt már egy kicsit vallásfüggetlenebbül ki tudjuk jelenteni. És a gyakorlat tapasztalata pont ezt hozza el. Akik a templomunkban vagy itt kecskeméten gyakorolnak, van aki mind két helyen, az tapasztalja azt, hogy a csendes meditáció valahol egy belső gyógyulást, tisztulást és megerősödést hoz. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, de hogyha nagyon pontosan tudnánk, akkor a gyógyulás nem lenne teljes, akkor ebbe a tudásba kapaszkodnánk. A csendes elvonulás a közösen végzett munka formális gyakorlat, az ősidők óta az ember elszigeteltségét feloldotta, a téves nézeteit természetszerűen visszaszorította, és visszatértünk a természetes közösség állapotába, ahol az autonómia, az egyén döntésképessége, és az együttműködés egyensúlyban van. Tehát nem harrajként forgunk jobbra-balra, mert azok a halak, azok nem az emberek. De nem is magányos jegesmedvékként sétálgatunk a sarkör egyre vékonyodó jégtábláin, hanem az ember egy érdekes állatfajta, mert tudja ezt is, és tudja azt is, Ugye földünk ezen fertája átélte az arctalan tömegé való sajtolást. Ugye? És utána átéltük, és részben még éljük, a fájdalmas elidegenedés és ellenérdekeltség korszakát. Tehát van egy nagyon egyénített szélsőség, ember-embernek farkasa, odáig visszük a versenyt, a másik pedig az a szélsőség, hogy semmit nem engedünk meg az egyénnek, és akkor minden be van gyúrva egyen ilyen arctalan kollektív masszába. És úgy tűnik, hogy mind a kettő ellen felszoktunk lázadni. Az elidegenedett, individuális, mélységesen önző, bizalmatlan társadalom ellen is, és az arctalan tömeg masszája ellen is. És kiderül, hogy a középút a megoldás. A középút az, amikor az autonómiád, így az identitásod és az együttműködésed az egyensúlyban van. Így az egyéni, páros, családi és csoportos karma együtt tud működni. Nem egymás ellen működnek, hanem egymást megtisztítva és erősödve működnek. Ezt hívjuk harmonikus társadalomnak, egészséges családnak és felébredettebb egyéni tudatnak, mint az azt megelőző generáció. Ezen az egyéni, család és társadalmi evolúción lehet dolgozni az endmeditáció segítségével. Nehogy azt itt, hogy valami műkedvelést hozunk mi ide, valami dél-koreai buddhista múzeumot, meg ruhatárat, meg hajviseletet, mert az nem nagyon van. Nem ez a cél, ez az eszköz. A cél az, hogy egy felébredettebb, egyéváltabb, boldogabb, bölcsebb, együttérzőbb, együttműködőbb tudatossággal éljünk mi mindannyian. Magyarországon is, a környező országokban is, Európában is, és az összes többi földrészen is. És az intelligens szempillantásokból látom, hogy mindez érthető. Akkor fölmerül a kérdés, hogy a buddhizmus elmúlt két és fél ezer éve, illetve a zen bő elmúlt 1500 éve alatt, ez így miért nem vált kicsit népszerűbbé vagy ismertebbé? A válasz egyszerű. Mert az zen nem térít, az zen tanít. Egy zen tanító oda megy, ahova hívják. Ott fejtik ki a tevékenységét, ahol erre őszinte érdeklődés van. Senki nem mondta neked, esetleg a barátnődön, vagy az apuka anyukán ki, hogy na, 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 hát ma az zen előadás van, menj el a gabonába, nem érted? Hát menjél el, mert jó lesz az neked. Lehet, hogy nem lesz jó. Lehet, hogy olyasmikre jössz rá magadban, amiket nem szerettél volna látni. De ha mégis mersz szembenézni a karmáddal, akkor egy érettebb, bölcsebb, felnőttebb emberré válsz. És ez a mentális felnőttség, vagy az előbb említett szobatisztaság, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Ha így nézed, mindig van tennivaló, és hogyha komolyan veszed, akkor már a válsághelyzeteket meg tudod előzni, és nem kell tüzet oltani. Nem várod meg, amíg az elintézetlen karma puskaporos hordója felrobban a konyhában, vagy a munkahelyen, vagy a körforgalomnál, a teszkóval szemben. Úgyhogy a zen az a látás, és ezen az alapon a helyzetfelismerés, helyes kapcsolatteremtés és megfelelő cselekvés egyensúlya. Lehet rá sokféle vallási felépítményt építeni. Lehet buddhista és taoista felépítménye, lehet buddhista, taoista, konfuciánus felépítménye, lehet újabban keresztény felépítménye, sőt lehet politeista, indiai, tradicionális felépítménye is. Lásd meg, hogy ezek olyasféle csatoló felületek, amelyeken keresztül különböző kultúrákban ez a nézet meggyökeresedhet, meghonosodhat, és így használhatóvá válik, tapasztalhatóvá válik, művelhetővé válik. Az en nem foglalkozik azzal, hogy számtalan inkarnációnk elseje az mikor volt. Hiszen a lineáris idő az azért jelenik meg, mert ebbe a testbe születsz. Nem foglalkozunk azzal, hogy hány világkorszakon keresztül csináltuk ugyanezt. Mert a ciklikus idő is azért jelenik meg, mert ebbe a testbe születsz. Értsd meg, hogy a lineáris és ciklikus idő relativitása feleslegessé teszi az aranykorra, a régmúltra és az ilyesféle visszamenő, regresszív kérdésekre való utalást. Ugyanígy ne aggódj a jövő miatt. A progresszív kérdések, hogy még hány inkarnáció, mondd meg nekem, még hány születés ebbe az emberi testbe. Nem fontos. Még hány világkorszak, nem tudjuk. Értsd meg azt, hogy ha ebben a testben vagy, akkor ezzel a szemmel látsz, ezzel a füllel hallasz, ezzel az elmével gondolkodsz, és ez az instrumentum, ez nem alkalmas másra, mint a lineáris és ciklikus idő felfogására. Ha nincs ez a test, nincs ez a szerszámkészlet, nincsenek ezek a szűrők, nem ezzel az elmével gondolkodsz, akkor ezek nem jelennek meg. Ugyanígy a háromdimenziós tér. Miért három? Miért nem kettő? Nem lehetnék valami intelligens, nagyon lapos hangyafaj, amely két dimenzióban úgy el van, és akkor nincsenek leomló felhőkarcolók? Nem. Ez a három térdimenzió, és nem mond, hogy kevés, nagyon sok dolgunk van így is, ezzel a hárommal. Ez a három is a mi műszerezettségünk és szűrőnk terméke. És ez is bőven elég. Elég, ha térben vissza tudunk fordulni. Képzeld el, hogyha az időben is vissza tudnánk fordulni. Hát olyan rendetlenség lenne egy pillanatok alatt, hogy Nagyi, jövök, ne gyere! Érted? Tehát... <laughs> Úgyhogy itt a lehetőség. Itt a lehetőség arra, hogy lásd a kérdéseidet. Lásd a megoldatlanságaidat. Merj velük szembenézni, és old meg őket a megfelelő eszközrendszer segítségével. Nincs csoda, de van elvégzett munka. És a konzisztens, következetes, hosszú idő alatt helyes irányban, helyes módszerrel elvégzett munka összeáll valamivé, amit a külvilág később évek vagy évtizedek elteltével csodának lát. Ez a lehetőségeink közé tartozik. Ne bíz a megvilágosodás tablettában, nincs. Ne bíz az örök béke szérumában, remélem sose lesz. Abban bízhatsz, hogy tisztán láthatsz, láss is, tisztán hallhatsz, haj is, tisztán gondolkodhatsz, érezhetsz, beszélhetsz és cselekedhetsz. Ez a mi lehetőségünk. A felébredés a lehetőségünk. És hogyha ezeknek a kihatásait meg akarod nézni, hogy mi a szenvedés, ugye megszüntetésének az útja, a negyedik nemes igazság, akkor ennek a kifejtése a nemes nyolcrét ősvény. Helyes nézet, ezen dolgozunk ma este. Helyes beszéd, helyes energia kifejtés, helyes gyakorlás, helyes életvitel. És még van jó pár, a nemes nyolc rétű megmondja a nyolc legfontosabbat, de aztán nyugodtan folytathatod helyes családi élet, helyes párkapcsolat, helyes gyermeknevelés, helyes munkavégzés. Mitől lesz helyes? Ezzel a felütéssel szeretném a bevezetőt befejezni, és most tisztelettel várom a hallgatóság kérdéseit. Érdeklődöm, hogy a tükörszerű tudatot azt hogyan kell elképzelni, mert én úgy tudom, hogy a, a tükör az megfordítja a jobb és a bal Oldalt. Milyen színű a bot? Barna. Ennyi. Nem kell elképzelni semmit. Uh -huh. Használd. És ahogy használod, egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy az micsoda. És az is, hogy mi nem. Az emberi tévedések legsúlyosabbika, hogy összetévesztjük a tükröt a tárgyával. Uh -huh. Azonosítjuk az önvalónkat az érzékszervi hatásokkal, illetve az elme működéssel. És amikor elkezdünk korrekt módon gyakorolni, akkor a tükör egyre inkább meg tudja különböztetni a tárgyat önmagától. És ez a nem azonosulás gyönyörűséges, tisztuló folyamata. Ezt mindenkinek kívánom, mert a projekciók azok aztán úgy beszennyezik ezt a tükröt, nem csak hogy elhiszed, azt várod, hogy a világ is elhiggye. Úgyhogy lásd tisztán, hagyd tisztán, belül is, kívül is. És az, hogy itt az agyféltekék mit csinálnak, és hogy fordítjuk le a világot fiziológiailag, az nem ide tartozik. Az orvostudomány. A tükörtermészet az ugyanaz, mint a tudatunk valódi végső természet. Milyen színű és... a fal mögöttem? Azt, ha jól látom, fehér. Ennyi. Az összes többi elmélet nem rossz, nem jó. De körülbelül annyi köze van a valósághoz, mint a dihidrogénoxidnak ehhez. Tehát hogy nem lehet belépni a tükör mögé? Szeretnél belépni a tükör mögé? Igen. Akkor rát fog omlani a szoba. De Állj csak a, a tükör játsz, előtt? Játszani lehet, de az élet nem játék. Lásd tisztán, haj tisztán, használd a tükröt. Azt értsük meg, hogy ennek a tükörnek eredetileg nincs dimenziója, a tér minden pontja mintha tükrözne. A tudat pont ilyen, tehát a jelenlétedből származik ez a tükröző hatás. Nincs olyan, hogy külön tükörlap. Tehát tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Most képzeld ezt el, nem tudod elképzelni. Tisztelen becsülöm az urak és hölgyek elmebéli erőfeszítését, hogy képet alkossanak erről a tükörről. Nem lehet, mert ez az, ami alkotja a képet. Nem láthatod a szemedet, nem tudsz belépni sem a tükör elé, sem mögé, mert nincsen tárgyi dimenzionális kiterjedése. Használd. És ezért, mivel nincs neve és nincs formája, eredetileg nem törhet össze. Az önbizalmunk összetörhet, az állóképességünk összetörhet, az elmén kitartása összetörhet, de eredetileg ez a tükör törhetetlen, mert nem anyagi. Nem név és nem forma, de mégis működik. Tang dinasztia Kína feltették az egyik zenmesternek a kérdést, hogy amikor az ember leszületik és felveszi a testet, akkor igaz természete vele jön, az is szenved. És erre azt mondja az zenmester, igaz természete vele jön, de nem szenved. Jó? Azt szeretném megkérdezni, hogy ez megvolt -e az emberiségnek valamikor, ez a tiszta. Teljes létszámban sose volt, a naplóba mindig egy-két hiányzót be kellett írni, és más osztályok más tanultak. Még a zen szakor se volt mindenki jelen. A helyzet az, hogy voltak ilyen boldog időszakok az emberiség történetében, lásd, dinasztia, Kína, ez egy olyan bő 350 év, nagyjából a mi honfoglalásunkig, és ha nagyon hasonló, kb. 400 év, Silla dinasztia, Korea, Japánban hasonló ez a Kamakura kor kicsit később 1600-ig, ez is jó pár száz év volt, amikor a buddhista kultúra értékei átszivárogtak a társadalomba. És ekkor láthattál egy középutas társadalmat, ahol nem fizettek elő ordas ideológiákra, ahol a háborúk, hogyha voltak, akkor nagyjából védő háborúk voltak, az egész közgondolkodás, az a középutat követte, ezért volt középosztály, és volt igazi közteherviselés, és ezt nem idealizálom, mert hogyha annyira jó lett volna, nem múlt volna el. Illusztrációképpen Krisztus után 850-60 környékén az utolsó tangdinasztia beli uralkodó, aki nem tudta, hogy ő lesz az utolsó, azt látta, hogy több mint 14 ezer buddhista kolostor van Nagy-Kína szerte, több mint egymillió szerzetes és szerzetes nő végzi a dolgát, és az uralkodó osztály az annyira követi ezt a fajta középutas normalitást, hogy ő rá, mint császára, úgy nem nagyon van szükség. Mert mikor van egy császára igazán szükség, amikor háború, szenvedés, nélkülözés, természeti csapások etc. van. Hát természeti csapásokat nem tud generálni, a háborúhoz doktrina, ideológia fenyegetettségkel az se volt olyan gyors, de azt meg tudta csinálni, hogy az ideológiát azt szélsőségesítette. És ezt csak úgy tehette meg, hogy a szellemi osztályt legyalulta. 800 ezer szerzetest és szerzetestőt kényszerített vissza a világ életbe, több mint tízezer kolostort bezáratott, valamelyiket el is törölte a föld színéről ezek után utód nélkül halt meg, volt egy interregnum, rengeteg szenvedés, és utána jött a Sung Nagyon érdekes az, hogy egy társadalomnak a szellemi mészerkezete hogyan generálja a társadalmi csoportok működését. Nem befolyásolja, generálja. Milyen önképünk, világképünk van, és ehhez képest milyen az értelmiség, a fegyveres testületek, katonasság, a nagyon nagy kereskedő réteg és a munkásság működése, szanszkitul a bráminok, satriák, vaissák és sudrák működése, és nehogy azt itt, hogy a kasztrendszer tanítom. Ebből Indiában kasztrendszer lett, és ez egy hindu vallási termék, és ezzel nem foglalkozunk. Nem, mint hogyha rossz lenne, csak semmi közünk hozzá. A társadalmi csoportokat viszont vakság lenne nem látni. És ezek a csoportok tevékenységben, identitásban, mint társadalmi csoport, elkülönülnek egymástól. Mi az a szellemiség, ami áthatja őket? Mert ez fogja az értelmiség gondolkodásmódját generálni, a katriák doktrínáit, a katona, a rendőr, a csendőr, a polgárőr, ennek a gondolkodásmódját generálni, ez fogja a kereskedők etikáját és moralitását generálni, és azt a fajta: munkafilozófiát, munkamorált, amivel a, a munkások végzik a dolgokat. Tehát milyen világkép, milyen önkép. Ha ez nem tiszta, akkor a négy csoport működése és egymáshoz való viszonya sem tiszta. És egyet kijelenthetünk, mert azért világos a történelem így makroszinten, minél több szélsőséggel dolgozunk, annál nagyobb az illúziókeltés veszélye. Minél több illúzióval dolgozunk, annál nagyobb a hamis azonosulás veszélye, és a hamis azonosulásból következik a szenvedés. És a szenvedés ez a téves tézetek, harag és kabzsiság együtthatója. Rendkívül egyszerű, és ez ideológia és vallásmentes. Pragmatikus, az ok és okozat látására épül, se több, se kevesebb. Fordíts meg az egyenletet ahol nagyon sok szenvedést tapasztalsz, tehát kabzsiságot, haragot és téves nézetet, ott a társadalom szellemi mészerkezetével óriási bajok vannak, mert nem ismerjük magunkat és a világot kellőképpen. Ehelyett azonosulunk téves nézetekkel, melyek szenvedést generálnak magunknak és másoknak egyaránt. Elhangzott az azonosulás, és ehhez szeretnék kapcsolódni, és kérdésem van. Utóbbi időben zavaró mértékben megnőtt, találkozásaim során vagy a, a beszélgetésem során az azonulás, azonosulásra való probléma, és ezt nem tudom már partnereim részéről, hogy most akkor az azonosulásukkal van a gond, az azonosulás tárgyával, a én nem tudom elengedni, vagy az én azonosulásom tárgyával, tehát egy picit zavaró mértéket kell nálam elérni, ez a ragaszkodás, azonosulás bizonyos eddig ezzel a problémával nem küzdő társaságban. Hogyan segíthetek? Hát ezt kérdezem én is, hogy hogyan tudnék segíteni, engedjem el. Nézd meg, hogy ez a sok minden, amit említettél problémaként, ez honnan származik? Ne egyénekben gondolkodj, elme működésben gondolkodj. Mi termelte meg? Hát onnan, onnan keletkezett a kérdésem is, hogy azt gondolom, de én ezt csak gondolom, hogy rendkívül sok az a téves nézet, amivel rendkívül mértékben azonosulnak emberek. Ez így van. Honnan jöttek ezek a nézetek? Nem tudom. De Remélem, hogy látod. oda fognak visszamenni. Látod, hogy a te gondolataid hogy működnek, és micsoda a munka, hogy a gondolatokat ne szilárdítsuk meg hamis azonosulásokká, így téves nézetekké. Tehát, hogy a gondolat maradjon élő, maradjon meg a gyönyörű, naszcens, relatív, kreatív állapotában. És ne hűtsük le őket elképesztően hideg, kemény, abszolútnak vélt, átalakíthatatlan tényekké, mert nem azok. Tehát a gondolkodás termékei ezek a problémák. És hogyha ezeket a meg nem nevezett partnereket egy picit is szembe tudod fordítani ezzel, akkor legalább egy másodpercre, mielőtt a saját elhárító mechanizmusaik közben nem lépnek, rálátnak a saját gondolkodásukra. Tehát a legelső, hogyha ezt megengedheted az adott kontextusban, hogy visszakérdezel, te hallod, amit mondasz? Látod, hogy mit gondolsz? Ne kérdezd, hogy miért gondolja ezt, az a legrosszabb, mert akkor ennyi magyarázat lesz belőle. Honnan jönnek a gondolataid? És hogyha megmondta, akkor utána nem kevered egy picit az érzelmeiddel? Nem lenne jobb a tisztánlátás kedvéért az érzelmeidet és a gondolataidat tisztán látni és megkülönböztetni egymástól? Nézd meg, hogy mi óriási probléma, amikor a kettőt behelyettesítjük egymás helyére és megkeverjük. Úgyhogy rengeteg jól feltett kérdéssel elkezdhetjük ledesztilálni ezt a nagyon-nagyon zavaros, különböző rostokkal és maradékokkal teli tálat. És a jól feltett kérdés az, ami ezt a tisztulást elkezdi. Neked kell eldönteni, hogy ezt a környezet mennyire bírja, és hogy te mennyire viselheted el a kapcsolat veszteségét. Mert nagyon sokszor van olyan, hogy inkább megmaradunk a megszokott komfortzónánkban a tökéletlenségek, téves nézetek és hamis azonosulások ellenére, mert szükség van a kapcsolatra. És reméljük, hogy ha megtartjuk, akkor valamikor ki tudjuk tisztítani, és nem a fordítottja történik, hogy a kitisztítás az a kapcsolat megszűnését jelenti, mert a másik ember már nem úgy lát téged, ahogy a kapcsolat elején vagy az azt megelőző időszakban. Ezt el kell tudni dönteni, és az esetleges vesztességet el kell tudni viselni. Hát igen, mostanában a párbeszéd ö, ö, is megszűnik, mert ö, ö, nincs, nincs, nincs terepe. Tehát el kell viselni a veszteséget is, de ez, a, ezeket a kérdéseket viszont föl kell tenni. Kérdésfölkérdés az olyan, mint a szike, az belevág ebbe a guánóba, keményen, vastagon. Hogyha egy közös tevékenységbe be lehet forgatni ezt az elmeműködést, magyarul a szétgondolkodott és szétvágott és ítéletekkel borzasztó módon megnehezített valóságot egy közös tevékenységbe átfordítjuk, akkor ez működik. Ez szungszánszonyim eredeti tanítása, ezt angolul csak így hívta, together action. Ez egyébként kooperáció, együttműködés. Volt egy olyan javaslata, ez még néhai második János Pál idején, hogy a világ vallásainak a vezetői gyűjjenek össze egy teljes napra, egyenek egy közös ebédet, ültessenek el együtt egy fát, és vegyenek egy közös fürdőt, és utána mindenki menjen haza zárónyilatkozatok és egyebek nélkül. Érthető, hogy nem jött létre a találkozó. Mert itt mindaz, amit mondtál, az önkép, a vélemény, a dualisztikus struktúrák, az elme, a kivagyiság ez mind nem működött volna. A evés közben nem csak a magyar ember nem beszél, persze kommunikálhattak volna, de ott nincsenek mikrofonok, meg szószékek, eszünk, azt kész. Falültetés közben ásó van a kezedben, meg gerebje, meg kapa. Nagy harang nincs a közelbe sehol. Nem lehet kongatni. És a fürdőben pedig mindenki, aki kis fürdőruhájában van, nincsenek regáliák, nincsenek különleges öltözetek. Te akkor ugyanolyan humanoid vagy, mint bárki más, aki ugyanabban az ülőfürdőben részt vesz. És ezt be lehet forgatni közös jelenlétbe, közös tevékenységbe, annak a belátásában, hogy milyen elképesztően egymásra vagyunk utalva ezen a bolygón, és a legnagyobb luxus a kivagyiságunk hangoztatása, ahelyett, hogy együttműködnénk az identitásunk megtartásával. Tehát ezt nagyon hangsúlyozom. A bevezetőben elmondtam, az asztalam massza sem jó, és az elszigetelt egók sem jók, mert mindegyik szenvedéshez vezet. Tehát az a fajta együttműködés, ami az identitásod megtartása, de nem az együttműködés rovására, ez a középút. Tehát nézd meg azt, hogy például mikor van az önbecsülésből egy másodperc alatt egy terméketlen büszkeség. Legyen nyugodtan büszke arra, aki vagy, aki vé lettél. Csak ne vedd magadat kész terméknek, vagy befejezett emberi karakternek. És ha már ez megvan, ez a fajta önkép, akkor ez hogy nem megy az együttműködés rovására? A családi élet rovására, a párkapcsolat rovására, a munkakapcsolat rovására, vagy a társadalom egészével való kapcsolat rovására? Tehát nézd meg azt, hogy az én kép és az együttműködés hogyan függnek össze. Ezeknek egyensúlyban kéne lenni. És hogyha szenvedést tapasztalsz, akkor nincsenek egyensúlyban. Meg lehet-e állítani a gondolatainkat? Teljes mértékben. Amikor a botütését hallottad, gondolkodtál? Nem. Akkor meg lehet állítani? Nem elég. És lehet ezt állandósítani? Köszönöm. Szívesen. Mit értél el? Lásd tisztán, haj tisztán. Ha már a gondolatokat megszakítottad, ne kövesd a gondolatokat utána, ezzel a gondolataid téged fognak szolgálni, nem pedig te a szokásaidat. Azok nem az én gondolataim. Ha nem? Kérdés volt. <há> ha a te elmédben van, az a sok-sok gondolat, az a tiéd vagy sem? Igen. Elméletileg. És gyakorlatban? Gyakorlatban is. Örülök. Akkor ma is egy realizációval gazdagabban fogsz hazamenni. Ajánlom az gyakorlatot helyben és távolban egyaránt, mert a gondolkodásod azt mutatja, hogy már az energia befelé fordult, és szeretnél rálátni a saját gondolkodásodra. Mert az emberek többsége nem tesz kísérletet, inkább csak azt akarja, hogy neki igaza legyen. Meg hogy őt elfogadják. Az meg hogy csak vegyék tudomásul úgy, ahogy van. Hát azért meg kell dolgozni kérem. Jó? Tehát ajánlom az egy gyakorlatot e, neked is, egyrészt azért, mert bátor voltál föltenni a kérdést, és a saját gondolataink természete az nem csak Szókratész a kényes téma, az előtte és utána is. Nagyon komoly. Rálátunk az elme működésére valamivel, ami nem az elme. Nagyon fontos. Ez az eredeti tudatról van szó. A gondolatok nem jók és nem rosszak. Oké? Okay? De nagyon jó volt a kérdésed, hogy meg tudjuk-e szakítani igazi zen kérdés, tehát zen választ kaptál rá. Ez a pillanat eredetileg nem keletkezik és nem múlik. Nem azonos a múlttal, jelennel és jövővel. És tudni kell a pillanat tisztaságát megtartani a csak lás állapotában. Ne függj a botütésétől. És akkor ez az állapot, ami most az elmúlt három másodperc gyönyörű összeszedettsége volt a teremben, ez a gyakorlat által tartósítható, kinyújtható, teherbíróvá tehető. Ne ragaszkodjunk sem az egyhez, sem a sokhoz. Mikor melyikre van szükség? Amikor egyedül vagy, lásd be, hogy mi az egy használd ki azt, hogy nincs senki körülötted, akivel éppen kapcsolatot kellene teremteni. Mi az egy tudat? Amikor párkapcsolatban vagy, akkor ne ragaszkodj az egyedül léthez, mert nagyon hamar elmegy a párod tőled. Akkor a kettősség tudatát. A dualitás. Az. Semmi baj a dualitással. Meg kell élni helyesen, és akkor harmonikus. Ha nem éled meg helyesen, akkor diszharmonikus. Akkor szenvedést okoz. A kettősség tudatát meg kell tudni élni. Hogyha megéled a kettősség tudatát, akkor lesz a három. És utána pedig a sok. Tehát akkor a dualitás nélkül nincs egyensúly? Nincs. Ahhoz legalább kettő komponens kell, hogy közte legyen egyensúly. És ez a világ, ez így működik. Nincs ezzel semmi baj. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Köszönöm. A dualitással kapcsolatban volna egy kérdésem, hogy a szenvedéssel, amikor azonosul az ember, nyilván attól, az könnyebben észreveszít, könnyebben rálát a saját szenvedése. És mi van akkor, amikor inger küszöbb kérdése. Van, aki a boldogságra lát rá é. könnyebben, van, aki a szenvedésre lát rá könnyebben. Ez kondicionáltság kérdése. Akkor az én saját kondicionáltságomról beszélek. Most kezded a kérdést, igazából. <laughs> mi van akkor, amikor a szenvedésemnek a, a dualitásban megjelenő ellentétében nem igazán érzem, hol van a... Mi van az, amikor egy örömteli állapottal azonosulok helytelenül, és hol van a háládatos szívnek a közép Pontja. Amikor látod az öröm kondicionáltságét és mulandóságát, akkor kezd megszűnni. Azt is észrevesszük felnőtt feljel, hogy az örömteli állapotok nem tarthatók fönt a végtelenségig, ez egy gyermeknek a kívánsága, és a felnőtté válás folyamata az, hogy belátjuk, hogy ez nem lehetséges. Tehát hullámzunk. Tehát hullámzunk az örömteli, az átlagos és a szomorú, nélkülöző állapotok között. Az zennel megteheted azt, hogy ezek a hullámok egyre kisebbek lesznek, vagy amikor nagyon nagyok, akkor sem reagálsz rájuk. És innentől kezdve észreveszed, hogy a pillanatot hogy éled meg. Amikor valaki egy gyönyörűséges, elmélyülő, egységtudatban száz százalékig jelenlévő meditációt végrehajt, általában úgy szokott leesni a hullámtaréról, hogy azt mondja belül, de jó és akkor már darabokra tört az egész. Na, amikor ez megvan, akkor realizált, hogy bizony a szörvdeszkád lecsúszott a hullámról, ilyenkor a hátra. Tehát mert elkezdek reflektálni, és a pillanat így, csik, így elmegy. Amikor még, 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 akkor előre szoktam esni, mert akkor aggódom, hogy úristen, mi van, ha elvész? Már vesztetted. Abban a pillanatban. Tehát megjelenik a duális gondolkodás, széttörik a pillanat egysége, és ezért most már lehet látni, hogy az öröm az nem egy speciális érzékszervi hatás. Az öröm az egy energiaszint és tudati tisztaság egyben. Nagyon nagy energiaszint és törhetetlen tiszta tudat. Amíg ez megvan, addig vagy egy a világgal, és nincsenek az énednek határai, nincsenek duális működései. Ezért szeretjük az extrém élményeket. Aztán kiderül, hogy az extrém élmények olyan, mint az utánégető a vadászgépben, nagyon hamar kifogy az üzemanyag. Nem lehet mindig utánégetővel hangsebesség fölött mászkálni. Kifogy az üzemanyag. Tehát az ember életében a szenvedélyeket nem lehet mindig örömszerzésre felhasználni, mert belepusztulunk nagyon hamar. És az már nem egyéni döntés, hogy szép arcú fiatal halott szeretnél -e lenni, mert van családod, gyermeked, rokonaid, munkatársaid, és észreveszed a társadalomban elvállalt szerepedet a kölcsönös függésen keresztül. Amikor az ember egy kicsit erre rálát, akkor az inger küszöböt elkezdi egy picit csökkenteni, anélkül, hogy sebezhetővé válna, és már olyan pici dolgoknak tud örülni, ugye, mint hogy kisütött a nap. Vagy most úgy esik az eső, az olyan font, hogy kopog a bádok tetőn, és akkor csak hallod. Ez a csak cselekedj, ez az egy tudatnak a működése. És akkor minden pillanatban lehetséges ez a fajta én kép nélküli, dualitásmentes, tiszta érzékelés, tiszta helyzetfelismerés, tiszta beszéd, tiszta cselekvés. És akkor ez az öröm, ez át fog transformálódni valami nagyon egyszerűvé és nagyon tisztává, a klisémentes egyszerűsödés, a nem ragaszkodás a különféle gondolatformákhoz, a duális gondolkodás meghaladása és az egyévállás tapasztalása. Hát elég az, hogy kimész az arborétumba, eső után, és meglátod, hogy a vízcsepek száradnak fel a levelekről. Tehát kőkemény szamurályok olyan haikukat írtak ilyenről, hogy elolvasod, és átjön az az intenzitás, amely egy, egy körtevirágban van. Úgyhogy nézd meg, hogy mi az öröm 5 évesen, 15 évesen, 25 évesen, 35, 45, 55, 65, 75, mi az öröm akkor és meglátsz benne valami közös nevezőt, de nagyon sokat változik az öröm és a szomorúság fogalma. És az a fontos, hogy a pillanat tisztaságában és a tudat egységében éld át az egészet. És ekkor vagy felnőtt és ekkor ébredsz föl a tapasztalat által, és a tapasztalat nem gyűr maga alá. Honnan tudod, hogy ez megtörtént? Hogy elkezd duális vélemény özön jönni, most jó a meditáció, most rossz a meditáció. Nincs rossz vagy jó meditáció. Csinálod, vagy nem? Kész. Nem csinálod, nem meditálsz. Akkor szét vagy szórva. Ha csinálod, akkor meditálsz, akármit mutat a tükör. Ha démont, ha angyalt, ha eget, ha földet, ha mennyet, ha poklot, teljesen mindegy. Meditálsz és kész. És hogyha ez így szépen kiegyenlítődik, akkor ez az örömérzés ez az válással lesz később azonos, és utána már nem fog annyira kilendíteni sem a pozitív, sem a hiánya a negatív irányba. És nézzük meg, hogy ez mennyire fontos ebben a nyugati társadalomban, hiszen valahol a mennyország boldogságát keressük, és kétségbejtően nem találjuk. Tehát helyette ilyen Hieronymus Bosch festményanyaggal mászkálunk a tudat alattinkban, és néha a tudat küszöbb fölött is. És ez nem egy ezer éves birodalom, ez egy jóval idősebb birodalom. Jóval több időt tudunk ilyen állapotokban tölteni életeken keresztül az nem baj, hogy ilyen lélekkel születtél és egy ilyen testbe, de a következőt is ilyenre szeretnéd? Hová vezet az utad? Sies, sies, az élet és halál nagy munkájában az idő nem vár rád. Amikor meghalsz, milyen testet kapsz? Nem, de mindenek fölött nem ez a legfontosabb. A felhők felszállnak az égbe, a folyók a tengerbe folynak. Az utolsó perc az Pajcsang Zenmester költeményének az idézete volt, és ezzel ez a válasz elnyerte teljességét. Egy párbeszéd, egy konfliktus során honnan ismerhetem fel, hogy az egóm reagált, vagy pedig az önvalom? Folytass velem egy párbeszédet, és megmondom. Konfliktusra gondoltam, egy veszekedés során például. Nem szeretnék veszekedni. Rossz, akkor ez az egó. Ha érzelem társul mögé és indulat, akkor az ego? Követeld meg magattól az összeszedettséget, és akkor nem veszekszel, hanem nagyon határozott jeleket adsz, és nagyon határozottan, világosan fogadod a másiktól is az ő jelzéseit. Veszekedés az egy kényszerű entrópia, amikor nem tudok a gondolataimmal, az érzelmeimmel, a beszédemmel és sajnos nem a cselekedeteimmel semmit csinálni. Innentől kezdve nem csak kiabálás van, hanem mondjuk családon belüli erőszak is van. Nem ilyen Tehát ne az indulataidat fogd vissza, hanem szed össze magad, és ebben a pillanatban merd kinyilvánítani azt, amit igaznak érzel, és amit a másikkal el akarsz fogadtatni és nézd meg azt, hogy hogyan tudja elfogadni. Na most nagyon messze mentünk már a puszta üvöltözéstől. Tehát, hogyha eléggé összeszedett vagy, akkor le tudsz választódni róla, és a saját indulatod nem visz el. Ha elvisz az indulatod, akkor csak egóból tudsz mozdulni. Hogyha ott vagy az energia tetején, ahogy régi ábrázolásokkal van szembószál, az együttérzés bóthiszatvája ott van a hatalmas sárkánynak a feje tetején na akkor úgy fejted ki az energiát, hogy az nem romboló, hanem építő. Le tudod úgy üvölteni valakinek a fejét, hogy közben együtt érzel. Ne félj magadtól. A saját magadtól való félelem a legrosszabb, mert ez az, ami alacsony rendű karmát hoz létre. Tehát valakire rá akarsz üvölteni, vállald el. A következményeit is. És tedd úgy, hogy tényleg meghallja, amit mondasz. Nem gondolom, lehet, hogy rosszul gondolom, hogy attól fogja meghalani, hogyha én rájövöltök. Pont ellenkezőleg. No, akkor már nagyon messze vagyunk a veszekedés koordinálatlan Ö, entrópiájától. Igen, tehát nagyon a jó ez. Egy kicsit Látod? Túl, túl erős, köszönöm. És hogyha én felismerem azt, hogy, a, hogy a párbeszéd másik tagja egóból válaszol, akkor nekem dolgom az, hogy ezt felismertessem vele? Ha így nézed, akkor el fog lehetetlenülni a valódi párbeszéd. Én azt javaslom, hogy ne azt figyeld, hogy egóból vagy másból dolgozik az ember, hanem hogy valójában mit mond. Tehát van az elme működése, ami szokás, önvédelem és egyéb alapú, és van a léleknek valamilyen szüksége, amit ki akar mondani, de ez nagyon ritkán sikerül. A léleknek válaszolj, ne az elmének és innentől kezdve megkerülöd azt a szöges drót akadályt, amit az illető azért tesz, mert belül gyenge, mert belül nem őszinte, mert belül nem mert veled szembeülni. Tudod, mekkora ereje van annak, hogy bármit mond, te áthatóan intelligenssel nézel rá, és nem szólsz vissza. Hát ez a veszekedés teljes antitézise. Igen, a veszekedés az nem egy jó szó volt. Igen. De nagyon jó szó. Most ne vond vissza. Tudod, hányszor veszekszünk, és teljesen felesleges? Tehát először merjük egymás jelenlétét elvállalni. Egy. Merjünk szembenézni egymással, és megtapasztalni egymás energiáját. Merjünk utána úgy megnyilvánulni, hogy a másik bármit mondhat, és ne lép ki a helyzetből. Ne meneküljünk el. Ilyenkor kétféle szélsőség van. Az egyik a menekülés. A másik pedig a késhegyre menő harc, hogy el akarom pusztítani a másikat. Ez úgy jelenik meg a mindennapi életben, hogy nekem és csak is nekem van igazam. És addig beszélek hozzád, amíg el nem ismered, hogy nekem és csak is nekem van igazam. Ilyenkor te döntöd el, hogy a másik megnyilvánulását meddig viseled el. A végtelenségig nem, mert akkor kialakul benned az áldozattudat, és hogyha belül áldozattudat van, abba kell hagyni. Feleslegesen rendeled alá magadat a másiknak. Tehát mindaddig, amíg benső önmarcangolás nélkül, kételkedés nélkül szembe tudsz ülni a másikkal, és úgy reagálni, úgy megnyilvánulni, ahogy igaznak, helyesnek érzed, addig légy benne. Ha elfogy az energia, mert a toleranciához és a tűréshez kell a legnagyobb energia, akkor felfüggeszted, köszönöm szépen, és kilépsz onnan. Nincs magyarázkodás nincs igazolás, nem akarod, hogy a másik elfogadja, vége, kész, távozol, újra töltöd az aksikat, lepucolod a tudatodat, ezeket a kis mikrosokkokat, amit a másiknak a téves nézetei, az elfogadhatatlan érzelmei adtak neked, ezeket kipucolod a lélekből, és amikor újra szembe tudsz vele ülni, akkor megint, és mivel te fogod keresni a következő encountert, magyarul találkozást, te leszel az erősebb. És így szépen ezzel az aktív, de nem reaktív közelítéssel, jelenléttel te fogsz nyerni úgy, hogy a másik nem veszít. Csak egyszerűen a te csended, a te normalitásod, a te egyszerűséged erősebb lesz, mint az ő össze-vissza mászkáló, duális, énes és egyéb megnyilvánulása. Tehát annyira világosan annyira mozdulatlan tudattal, de élénk elmével és felfogással jelen lehet lenni, hogy ez a másiknak a cselekedetét teljesen meg tudja változtatni. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyet viszont addendumként gyakorlat nélkül nem megy. Nem elég erős a tantiened, a felső három főcsakrának a tartalma, a gondolkodás, a beszéd és az érzelmek el fognak vinni szokás irányba, félelem irányba, önmegtagadás irányba, önbizalom hiány irányba. Gyakorlás kell, és amit mondok, az csak akkor következhet be, hogyha az emberek dolgoznak érte, ha belül elvégzed a munkát, ha egyénileg és csoportosan az emmeditációt gyakorlod, ez minden egyes előadáskor elhangzik, vagy így, vagy úgy. De nehogy azt hitt, hogy ennek a Dharma beszédnek a puszta felfogása és az elmében való hézagos hazavitele az lényeges segítség. A megértés önmagában elégtelen. Egy szükséges fokozat, de ha nem lépsz túl rajta, ha nem lépsz a cselekvés mezeire, akkor nem tudod magyarul internalizálni az egészet, magyarul nem lesz a tiéd, nem lesz benső spirituális tapasztalat, nem lesz a tudati valóság. Rajtad múlik. Egy furcsa kérdésem lesz. A modern hóhérok gyakorolhatnak ezzel. Nézd rá a karma oldaláról. Van-e olyan karma, amelyik ne lenne mulandó, ne lenne feltételhez kötött, és ne lenne tökéletlen? Van-e ilyen? Nincs. Akkor miért ne gyakorolhatna egy hohér? Ugyanazt a karmát kell elvennie, mint másoknak. A mészerkezete a karmának ugyanaz, a működése ugyanaz. A felszíni megnyilvánulása más. Mert az egyik hóhér a másik ovónő. De ugyanúgy önképe van, ugyanúgy szenved és boldog, ugyanúgy téves nézetei lehetnek bármely karmájú ember alkalmas a gyakorlatra, mert eredetileg a buddha természeted nem azonos ezzel a karmával. A zen nem a test hardverében keresi a megoldást, és nem a lélek szoftverében keresi a megoldást, azt az operátort keressük, amely ezt a kettőt egyben látja, az együttműködésüket látja, és az ok- és okozat törvényét így felhasználja a felébredés elérésére. Manapság rengeteg irányzat van, különböző motivációs trénerek és kócsok és egyebek, hogy, hogy erről a véleményed? Látogass ki te is a Kecskeméti Arborétumba, Igen. és köszönd meg az ottani Flórának, ez nem egy hölgy, hanem a természet, a teljes fajgazdagságot, ami ott van. Én azt gondolom, hogy az emberiség bármit el akar érni ezen a bolygón, ami a túléléstől kezdve a felébredésig terjedhet, akkor úgy kéne viselkednünk egy kicsit, mint a természet. Lényegileg is, meg jelenségileg is. Nézd meg, hogy a természet mit csinál. Természetes szaporodás útján változatokat hoz létre. Természetes mutáció által DNS gazdagság jön létre. Mert több millió növényes és állatfaj létezik ezen a földön szerencsére, amíg az ember ki nem írtja. És miközben ezek a Változatok megszületnek, szaporodnak, közben alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. Ez az alkalmazkodás, a tanulás és a felejtés egyensúlya. Amikor az ipari forradalom csúcspontján fehér lepkék Birmingham környékén elkezdtek szaporodni, tíz éven belül létrehozták a fekete lepkét. Mert alkalmazkodtak a kormos környezethez, és kiderült, hogy egy ilyen kormos levegőben, kormos háztetőkön az őket tápláléként felhasználó egyedek, madarak, állatok, kevésbé veszik őket észre, hogyha feketék. És ehhez nem kellett három példányban kérvényt benyújtani a lepke tanácshoz, hogy engedélyezzék a spontán pigment mutációt. Nem, ez létrejött. És ez az alkalmazkodás per tanulás és felejtés, ez az evolúció. Tehát nem klónozunk, hanem szaporodunk, a szaporodás során alkalmazkodunk, az alkalmazkodásban benne van a tanulás és a felejtés, és ez az evolúciós folyamat az, ami szerintem, hogyha jól csináljuk, akkor az emberiség jelenlétének valamiféle jelentést ad a puszta sík fölött hogy valahová azért fejlődjünk ki, ha már így elbúrjánzottunk horizontálisan, úgyhogy már több mint 7,7 milliárd ember más, mászkál ezen a bolygón, kezdjünk már magunkkal valami hasznosat, és ne egymás és a bolygó elpusztításával törődjünk a szentséges birtoklás és elsajátítás és vágya kielégítése örve alatt. Így lehetne ezt egy kicsikét irányba állítani. Ehhez szellemileg is óriási fajgazdagságra van szükség. Tehát minden irányzatnak helye van, amelyik nem tör más irányzatok elpusztítására. Amelyik ilyet csinál, azt szerintem pogári eszközökkel egy kicsit le kell szabályozni és fe kell ébreszteni arra, hogy az élni és élni hagyni az a természetben is megvan. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek ragadozó állatok. az egy másik történet. Amikor például a dzsungel működését látod, mindegyik növény fototróp, tehát mindegyik törekszik a napfény elérésére. Az egyik növény nem írtja ki a másikat. Azt az ember csinálja. Úgyhogy a sok-sok szellemi irányzat, ha felébredés irányú, ha megszabadulás és megszabadítás irányú, akkor követi ezt a fajta természetes variációt, változatosságot, és itt rengeteg ilyenre van szükség. És hogyha nem, akkor először pusztítóvá válik, mert nem tolerálja a másikat, és utána szükségszerűen önpusztítóvá válik. Mert magán belül létrehozza azokat a variációkat, amelyek fölött ítéletet alkot, amelyeket ki akar vetni magából, amelyek érvénytelenné, eretneké, és így tarthatatlanná válnak, és így nem létjogosultak. És akkor önmagában ezt a dühöt beteljesíti. Úgyhogy ez a fajta szellemi evolúció az emberiség életében sohasem volt harmonikus, és sohasem volt teljes. Miért? Mert hogyha az lett volna, akkor az ember által okozott szenvedést nagyrészt már megszüntettük volna, és nem ez a tapasztalatunk. Soha nem tudtunk annyi megvilágosodottat termelni, hogy a szenvedésnek a termelését fölülmúlja. Egy jó kis materiális mondattal. De így érted? Tehát mind dolgozunk, hogy a buthák és botiszták többen legyenek, mint azok a démonok és pokollakok, akik emberi testben ártásra, háborúra, szenvedésre és az ebből való haszonhúzásra törekszenek. Ez egy kőkemény verseny. És az ezzel való ugye, szembenézés az meghatározza azt, hogy te valójában mit szeretnél. És milyen úton szeretnéd elérni? Ha oda-vissza, hova szeretnél menni, maradj rajta a járművön, és előbb-utóbb szállj be az energiatermelés gyönyörűséges művészetébe, mert a közös gyakorlat az közös energiatermelés. Ha pedig nem tetszik, akkor szállj le a járműről, de ne akarjad szétverni. Szálljanak föl rá mások, akik abban hisznek. Te meg menj az utadon. Jó? Oké, rendben, köszönöm. Szívesen. A gyerekeknek hogyan lehetne zennel segíteni, hogy annyi szenvedés van a gyerekek között is, hogy annyira kiszolgáltatottak a felnőtteknek, hogy ez engem naponta lesokkol, hogy ha hallok valamiért, hogy hogy lehet zennel ezen valamit. Legelső, a nulladik szabály az, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőtt legyen az szülő, terap, tanár, egyebek. Ez a felnőtt vagy felnőtt csoport gyakoroljon zent. Na, gyerekkel akarja elvégeztetni a saját munkáját. És hogyha ez az engyakorlat gyakorlat már tudati tisztaságot eredményezett, akkor a gyermekkel pont úgy fog foglalkozni, ahogy azt a korcsoportja, a karmája, a lélekállapota megkívánja ahhoz, hogy teljes emberré legyen, ne akarjunk meditációt tanítani gyermekeknek, mert nem érettek rá. Helyette próbáljunk meg válaszolni a kérdéseikre. Ez már három éves kortól nem megy. Olyan kérdésekkel bombázzák a szülőket a gyerekek, hogy valami hihetetlen. Meg tudjátok válaszolni? A felnőtt legyen tiszta tudatú, és egy hatalmas területe ennek az instrumentális tanulásnak, ahol a zen szellemiségét mindenféle forma nélkül át lehet adni, ez a játék. Helyes játékokat helyesen kell játszani a gyerekekkel, a készségfejlesztéstől kezdve a bátorságig, az ügyességig, a stb. És akkor ezekkel a játékokkal lehet megfelelő módon tanítani őket arra, hogy ez a világ micsoda, mi ő és mi a másik ember. De ha a felnőtt nem végzi el magán a munkát, akkor érdemben nem tud a gyereknek segíteni. Arra van szükségük, hogy felnőttek legyenek, és hogyha már felnőttek, akkor legnagyobb nyugati bótiszatvánk tanítását követve újra gyermekké tudnak lenni. De a gyermekkorban egyik sem marad meg. Nézd meg a gyermek fejlődését. Úgy éli át korábbi identitásait, ahogy a fa gyűrűit látod. És akkor elérünk a kéregig, a jelenlegi identitásig, és akkor már a fa elég vastag. És feltehetjük a kérdést, hogy miért szükséges ennyi idő, ez a 17-18 év, hogy tényleg úgy nagykorúvá váljon. Egyszerűen azért, mert hogyha a karmája három éves korában teljes terjedelemmel rázuhanna, nem bírnánk ki. Egyik gyerek se bírná ki azt, amit egy felnőttnek el kell viselni. Tehát a felnövekvés az az erősödés és a karmának a manifestációja egyszerre amit egy életközépválságban neked el kell viselni, azt 20 évesen nem viselnéd el. Amit 14-16 éves korban el kell viselni, azt 6 évesen nem viselnéd el. A gyermekek a formális zengyakorlatra teljesen hajlandók akkor, amikor ezt a szülő velük együtt csinálja, de teljesen másképp fogja fel. Volt olyan 10 éves tanítványom, aki az anyja mellett ülve teljes lótuszban 30 percig mozdulatlanul ült. Soha úgy szerzetes, még nem láttam ölni, mint Fannit. Így. De utána kibontakozott a lótuszból, anyuka is befejezte, ő is befejezte, és a tíz éves Fanni vitte tovább a tíz éves Fanniságát. És kész. És ez így volt egészséges. És nagyon intelligens, gyönyörű kérdéseket tett föl, de neki meg kell élnie Fanni teljes felnőtté válását, mielőtt a világról egy olyan érett képet alkot, amelyben benne van ő, Mene van más, mások, lesz egy párkapcsolata, és utána kialakul a szenvedés felnőtt tudatossága. És akkor felmerül az, hogy mi a szenvedés oka, mi a szenvedés megszüntetése, és mi a szenvedés megszüntetésének az útja. Úgyhogy én remélem, hogy mindannyian rálépünk az ösvényre. Ennek az ösvénynek nincs felirata, nincs hozzá karszalag nincs hozzá külön identitás, de valamilyen formája van. Vagy nyugati, vagy keleti, vagy vallásos, vagy praktikus, szakrális, vagy materiális, teljesen mindegy. Ne mondj le arról, hogy a felébredést gyakorold. Én kívánom azt, hogy mindannyian lépjünk rá arra az útra, amiben hiszünk, társuljunk azokkal, akikben bízunk, és legyen bátorságunk haladni és felébredni, és ezt a felébredést minden lény javára felhasználni. Köszönöm a figyelmet!